Az elmúlt egy évben Dombóváron több korábbi beruházás átvilágítására került sor, mivel több esetben is túlárazott pótmunkákkal megtűzlelt kivitelezések valósultak meg. Sok esetben az építési munka műszaki tartalma is erősen megkérdőjelezhető volt. Öt esetben igazságügyi műszaki szakértőt kértek fel a hiányosságok szakmai alátámasztására. Azért, hogy a dombváriakat ne ére aránytalanul nagy kár, azért, mert tavaly év folyamán kezdeményeztük igazságszakértő kirendelését jelen munkálatok felülvizsgálatára. Az igazságügyi szakértő véleménye elkészült, és alátámasztotta minden gyanunkat. Sajnos itt egy silány munka készült, és nagyon magas áron. Több ízben érkezett kérés a két utca lakói részéről az elmúlt hónapokban a felújított és azóta megsüllyedt járdaszakaszok javítása ügyében. A mai nap egy újabb fejezetéhez érkeztünk el a Kéklepelecsi Sibő utca térkövesén munkálatainak felülvizsgálata tárgyában. A kivitelező is igazságügyi szakértőt vett igénybe, és bejártuk a nyomvonalat. A vállalkozó továbbra is állítja, hogy első osztályi munkát végzett, kifogástalan állapotba adta át ezt az utcát a dombavári lakosoknak. Mi továbbra is azt gondoljuk és hisszük, hogy belettek csapva a dombaváriak több 10 millió forinttal. Remélem, hogy az igazságszolgáltatás a mi pártunkra fog állni, és elítél az olyan vállalkozókat, vállalkozásokat, akik ezt korrekt munkavégzésnek vélik, sőt még büszkék is a munkájukra. A polgármester bízik abban, hogy a vizsgált beruházásokkal kapcsolatban jogerősen ítélet alapján megtérül a kár, és kijavítják a feltárt hibákat. Az ügyben a kivitelező nem kívánt nyilatkozni.